Domokos László térségünk országgyűlési képviselője nyitotta meg Szarvason a Körösmaros Nemzeti Parkban, a Körösvölgyi Látogatók Központban április 1-én azt a kiállítást, melyet a Magyar Természettudományi Múzeum bocsájtott ismételten a látogatóközpont rendelkezésére. Évről évre egy ilyen kiállítással nyitják meg itt Szarvason a turisztikai szezont. Békés megye életében mekkora jelentőséget képvisel ez a dolog? A látogatóközpont egy nagyon nagy értéke a Körösvölgynek, így Szarvasnak, hiszen ahogy a múlt évi kiállításról is számadatokat megnézzük, több mint 6000 látogatója volt a jégkorszak kertesnek, mondhatjuk, hogy igazán sikeres kiállítás volt, illetve előtte már a rovarok voltak előző évben, és én úgy látom, hogy ez a Természettudományi Múzeummal való együttműködésnek megint egy nagyon szép példája a predátorok, vagyis a préda és a ragadozók viszonya a természetben. Ennek egy nagyon közvetlen ember és állat, ember és természet, természetben az állatok egymáshoz való viszonyának egy óvodástól a felnőttig a családnak, vagy éppen egy természet után érdeklődő, nyitott ember, vagy egyáltalán, aki csak ellátogat Szarvasra, én azt tudom mondani, hogy ajánlható, tehát ajánljuk, amikor tényleg rosszabb idő van, eljönnek mostanában majd a tavaszi, ugye júniusig lesz nyitva a látogatók ide, hogy mit lehet megnézni Szarvason. Hát én azt gondolom, itt a látogatóközpont meglátogatható, ez az új kiállítás egy nagyon igényes kiállítás, és valóban, ahogy igazgató is elmondta, az a szép benne, hogy nem csak benne az épületben találhatja ezt az ember, hanem ha kijön az Annalig területére, akkor úgymond az élő világban is közvetlenül megérintheti ez a viszony. Megláthatók azok az állatok, azok a természeti értékek, amelyek kívül még élőbbé, még elevenebbé teheti. Tehát egy igazi értéke a Körösök völgyének ez a látogatóközpont.